élénkít, feldob, és még az íze is kellemes. Gondolom már kitalálták, hogy ez a kávé. Sokan megszállottan imádják, mások pedig csak alkalmanként fogyasztják. De tudjuk egyáltalán, mi ez az ital? Mi hamarosan kiderítjük. Én beleszülettem a kávé világába, hisz 23 éve dolgozom ezen a területen a testvéremmel, aki egyébként kávépörkölő a vállalatunknál. A történetünk 1955-ben indult a nagymamám nagybátyjával. Mi 1996-ban szálltunk be az üzletbe. Az első években keményen tanultunk egy olasz akadémián a kávéról, a zöld kávéról, a nyers kávéról és a pörkölési módszerekről. Továbbá, hogy milyen egy jó barista, és azt hogyan tudjuk prezentálni a vásárlóink számára. Ezen én éttermeket, kávéházakat és a fogyasztókat is értem. Minél többet tanultunk, annál jobban rájöttünk, hogy tudatlanok vagyunk, és ez nagyon kevés. Sikerült találnunk olyan partnereket Olaszországban és külföldön is, akik elhitték, hogy megfelelő tudással tudunk valami mást, újat csinálni. A tudás azt jelenti, hogy többet tudunk a nyers, zöld kávéról. Mivel Olaszország és Ukrajna is csak fogyasztói ország, mi nem tudjuk termeszteni, mivel a klíma nem alkalmas arra, hogy itt megteremjen. Ezért úgy döntöttünk, hogy elrepülünk azokba az országokba, ahol nő a kávéfa, hogy többet megtudjunk az eredetéről és a kávébabokról. 2015-ben kezdtük el, és rögtön megértettem, hogy ez egy új kávévilág számomra. 2 év után nagy sikert értünk el, kávéföld tulajdonosok lettünk a partnereinkkel Hondurasban, ahol specialty kávét termesztünk. A kávé különlegessége nem pont a minőségében rejlik. Az is fontos persze, hanem azért különleges, mert mi együtt a farmerekkel termesztjük, fair trade szerint, vagyis méltányos kereskedelem szerint dolgozunk. Termesztjük a kávét, a nyers kávét és a keverékeket eladjuk az országunkban, és senki nem fizet senkinek. Tudnod kell rólam továbbá, hogy én kávéérzékelő szakismereti oktató is vagyok a Specialty Coffee Association-nél. Egy oktatói programot is létrehoztam, aminek a neve Aromateller. Ez egy utazás az aroma világába, hisz nem elég, ha egy barista jól tud kávét főzni, hanem ismernie kell a kávé fajtáit. A hátterét a kávénak, látni benne a lehetőséget, tehát igazi szakértővé kell váljon. For example, our distributor in Ukraine. Mi fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást. Például a mi elosztunk minden kiló eladott kávé után bizonyos összeget eljuttat az elfeledett gyermekek számára, szóval ez fantasztikus. Ezt tesszük Olaszországban, például lehetőséget és munkát biztosítunk az idős embereknek, akiket elbocsátottak a munkahelyükről. Megkérhetnélek arra, hogy ígyunk egy kávét? Persze. Egy eszpresszót vagy egy lattét. Örömömre szolgál. Egy jó olasz eszpresszót készítünk. Oké, menjünk. Sandro, honnan jött a kávé? Mi ez pontosan? Mi a kávé pontosan? Mi a kávé? A kávé az egy fa, ami ilyen magasságra is megnőhet, ahonnan le tudod szedni a termést. Persze ez a specialty kávé, amikor nem használsz semmilyen gépet, hanem saját kezeddel szeded le azokat a kávébogyókat, amelyek már érettek. Egy hónapban 3-szor mégy végig a fák között, és kiválasztod az érett kávét. És mikor a fa eléri a megfelelő magasságot, megmetszed, és ez a fa 15 évig is elélhet. Mit fogunk most inni? Most mi az Ashoka nevű blendet isszuk. Ez a név a Krisztus előtti második századi Indiából eredeztethető. Van benne Indiából származó kávé, a miénkből is van benne egy kicsi. Ez egy keverék? Igen, ez egy blend. Ez egy olasz szakismeret, miszerint meg kell teremteni az egyensúlyt a keserű, a savtartalom és az édes ízek között. A blendek első számú sikere ez, megteremteni az egyensúlyt.
A kávé egészségesen hat a testünkre? Ha minőségi kávét iszunk, akkor az jó az egészségünknek. Ha valakinek nincs problémája mondjuk a szívével, akkor 3-4 kávé nemhogy semlegesen, hanem inkább pozitívan hat az emberi szervezetre. Segít a szervezetünknek több dolgot előállítani, és fontos antioxidánsokat tartalmaz. Szóval férfiaknak 5, nőknek naponta 3, az normális. Hogyha az eszpresszóról beszélünk, ha jól van elkészítve, és igazi arabika eredete van hiányosságok nélkül. Miért beszélek az eredeti arabikáról? Mert például egy robuszta keveréket iszunk. Több koffein van benne. Igen, 2-3 több koffeint tartalmaz. Szóval van különbség egy csésze robuszta és egy csésze arabika között. Az emberek körében nagyon nagy a tudatlanság a kávét illetően. Kávénak mondják azt az italt, a szemeket és a fát is. Pedig tudnunk kell, mi van a csészében, milyen kávészemből készül, és annak az eredetét is. Hogyha valakinek magas vérnyomása van, vagy ha terhes hölgyről van szó, akkor is ihat kávét? Én nem látok ebben semmi akadályt. Az egyetlen dolog esetleg az lehet, hogy a terhes nők érzékenyek az illatokra, és ez gátolhatja őket, de semmi más. Mégis kevesebbet kell inni, amivel koffeint tartalmaz a kávé, ami talán nem lehet jó hatással a terhességre, de nem azért, mert az rossz hatással lenne a magzatra. Tudod, Kolumbiában például egy kávé előadó termében ki van rakva a falra, hogy nem árt, ha néha a gyerekeknek adnak egy kanálka kávét. Még aktívabbak lesznek. Igen, azok tudom, hogy nincs rá szükségük, viszont a világ minden táján fogyasztanak koffeint a gyerekek, csak valószínűleg nem is tudják. Jelen van rengeteg üdítőitalban például, szóval a kávé, ha természetes eredetű, akkor az csak jót tesz az emberi szervezetnek. Ha közelebb jössz, akkor látod, hogy az első csészében tömör kávé van, krémes és finom aroma. A következőben már kevesebb van mindenből, és az utolsó pár cseppnél, ami ebbe a csészébe került, már csak koffein maradt és koszos víz. Szóval nézd, mi történik, ha... Látod, ez egy normál eszpresszó. Képzeld el, hogyha a kávé elérne idáig, csak az utolsó részből kapnál sokat. Tökéletes kávét készítesz, mégis beleengeded a keserűséget és a piszkos vizet. Szóval ez csak az érdekesség kedvéért. Végül is az emberek eldöntik, mit szeretnének inni. De ha tudják, hogy mi a jó eszpresszó titka, akkor rájönnek, hogy tényleg finomabb, édesebb, és legközelebb is azt akarják majd inni. Itt az ideje a reformoknak. Nagyon jó kávét kell előállítani egészségesen, ahogy szereted mondani, és én egyetértek veled, mert ez fontos. Ezt el kell jutatni a vásárlóhoz, hisz mikor a fogyasztó megérti, hogy manapság sokszor olyan kávét iszunk, ami rossz minőségű. Ez kihatással lehet a testünkre is. Igen, persze, például te megiszol 3 100%-os arabika kávét, és valaki megiszik egy olcsó, nagyon koffeines kávét, melynek talán a kávébabjai is sérültek, amit mondjuk látunk, de más nem látja ezt. Tehát, ha az emberek folytatják az ilyen kávéivását, egy nap majd azt érzik, hogy le kell állni a kávéval, mert már rossz az íze. Na vajon miért? A helytelenül elkészített kávé miatt. De sajnos kevesen beszélnek a kávé egészségre gyakorolt hatásáról. Kárpátai egészségügyi szűrés szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt indult el. Eddig 300 magyarországi önkéntes 3000 kárpátaljait vizsgált meg. Idén sem lesz ez másképp. Menjünk és lessük meg, mire van idén lehetőség.
ami szervezés megelőzte, hát először is ez viszonylag formabontó szerintem, amit csinálunk. Nem nagyon ismerünk olyat, aki mondjuk az a hazai egyetemeken, akik a határon túli magyaroknak csinálnak szűréseket, úgyhogy az engedélyeztetések mindig egy nagyon fontos lépcsője a szervezésnek. A másik pedig összerakni azt a szervező csapatot, akinek már van valamennyi tapasztalata a szűrésekkel, és akkor velük leülni az elejétől, kitalálni, hogy jó, hány ember tudunk vinni, mekkora költségvetéssel kell dolgozni, milyen falvakat kell leszűrni. És ugye nagyon sok más szervezettel kell együttműködni itt a Kárpátalján, ugye a KMDFKS-szel, otthon pedig a Hőok az, aki igazából a társ szervezőnk, és akkor velük ülünk le és beszéljük meg azt a stratégiát, amit itt követni szeretnénk. És mennyire nehéz összeszedni az önkénteseket? Vagy van úgy valaki, aki tényleg azt mondja, hogy hát nekem erre a tapasztalatra van szükségem, és megyek? Hát az önkéntesek összeszerzése szerintem a legegyszerűbb. Az egyetemen ugye hallgat 10 000 hallgató, és alapvetően is azt látjuk például a külföldi hallgatóknál, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy önkénteskedni tudjanak, úgyhogy gyakorlatilag a helyek pillanatok alatt betelnek, amikor kiposztoljuk azt, hogy lehet Kárpátaljára ismét jönni. Idén, mivel tavaly nem tudtunk jönni, kisebb volt, mert az emberek, akik már ismerték a szűrést, ők végeztek, így az új embereket kellett bevonzani, de azt reméljük, meg azt látjuk, hogy ha ez folyamatosan tud menni, akkor az önkénteseket viszonylag gyorsan tudjuk mozgósítani. És az önkénteseknek meg úgy általában nektek mik a tapasztalataitok a kárpátaljai egészségügyi rendszert illetően? Hú, nehéz kérdés. Amit mondtam, hogy maga az igény az nagyon nagy, tehát azt látjuk, hogy a betegeknek sokszor olyan problémáik vannak, hogy nem jön a busz, és emiatt nem mennek el orvoshoz olyan problémákkal, hogy valamilyen szívfájdalom, mellkasi panaszokkal érkeznek a betegek, és ezek komoly betegségeknek az előjelei lehetnek, és hogyha ezt nem kezeli időben az ember, akkor ez akár végzetes is lehet, és azt látjuk, hogy pontosan emiatt, hogy az infrastruktúrának a hiánya és a helyi orvosoktól esetleg való, tehát a tartás attól, hogy mégsem fogják őket kezelni, vagy nem jól kezelik őket, ezért inkább nem mennek el, és akár olyan életmentő kezeléseket sem vesznek igénybe, amik szükségesek lennének. Előzőleg hogyan készítitek fel az orvosokat, vagy az orvosok a betegeket, hogy mivel jöjjenek ide, tehát mit a gyógyszereiket hozzák el, hogy tudjátok, hogy miről is van itt szó? Itt a KMDFKS-nek a segítőivel dolgozunk. Ők azok igazából, akik a helyiek felé kommunikálják, hogy mi az a repertoár, amit mi ide tudunk hozni. Az orvosok, akiket szerzünk, mindig attól függ, hogy milyen hamar tudjuk elintézni az engedélyeket, a költségvetést, mert nekik másfél hónappal előtte be kell jelenteni, hogyha ügyeletváltás van, vagy nekik cserélni kell, tehát hogy nehéz orvosokat szerezni nehéz. Nekik a beosztásuk ezt nem mindig engedi meg. Mi magunkat, a betegeket, pontosan hozzák el a gyógyszereiket, korábbi esetleg felvételeket, mellkas röntgentől kezdve, láttunk már MR képet is, amit hozott beteg, de alapvetően ez a fontos, hogy ő magát hozza el, és majd mi kiderítjük, hogy mi az, amit ebből lehet, hova lenne érdemes még menni. A betegek először bemennek az anamnézis szobába, ahol felveszik az általános adataikat, a betegségeikről beszélnek, és ez alapján fogják az adott betegeket tovább küldeni a különböző helyszínekre. Az egyes helyszínek állnak például vércukormérésből, vérnyomásmérésből, vizeletvizsgálatból, hogyha indikált, majd utána egy fizikális vizsgálatot hajtunk rajtuk végig, ami azt jelenti, hogy tetőtől talpig megvizsgáljuk őket, meghallgatjuk a tüdejüket, a szívüket, betapintjuk a hasukat, és hogyha találunk valamilyen eltérést, akkor azt felírjuk, és ez alapján tovább küldjük őket az orvoshoz, illetve hogyha nem indikált, akkor pedig haza. Összességében azért elég sok
probléma merült fel. Leggyakrabban ilyen derékfájás, gondolom ez a erőteljesebb fizikai munka, hosszantartó napi állásülés következtében léptek fel ezek a problémák. Szóval idősebb korosztályban lévőknek ilyen problémákkal segítettem, hogy hogyan üljenek helyesen, hogyan álljanak, esetleg egy nehezebb súlyt hogyan emeljenek, hogy ne nyúlkáljanak túl messze, és ne úgy emeljenek, hanem minél közelebb a testükhöz húzzák a nehezéket. Valamint kisgyerekeknek ilyen luttalpas problémákban tudtam segíteni, mutattam pár gyakorlatot, kicsit tornáztunk együtt, ilyesmi volt. Még ilyen hátpanaszok voltak, így derékon kívül ilyen nyaki panaszok, abban is így tudtam segíteni, hogy kicsit megnyújtottuk a nyakizmokat, és akkor igazából hát kiosztottam ilyen kis gyakorlat feladatsorokat, amiket így otthon is tudnak csinálni. Szóval így nagyjából ennyi. Éppen egy ilyen sima, ilyen átmozgató feladatsor van. Igazából ez egy olyan feladat, olyan feladatsor, amit szinte bármilyen problémára lehet csinálni, napi többször, akár hogyha munkában ül az ember, akkor is a eszébe jut bármikor. Itt igazából tényleg az, hogy megnyújtózzon a gerinc, hogy ne egész nap görnyetten üljünk, ne húzzuk fel a vállainkat, mert akkor begörcsösödik minden izmunk, és minden fájni fog. Flóra, meséld el nekünk, hogy mikor kéri ki valaki egy dietetikus tanácsát? Mindenkinek ajánlott igazából a dietetikushoz fordulni, hiszen azt szoktuk mondani, hogy nincsen egészséges ember, csak rosszul kivizsgált. Hogyha valaki egészségesnek érzi magát, szerintem akkor se árt felfrissítenie a tudását. Sajnos nagyon sok a cukorbeteg, nagyon sok a magas vérnyomással küzdő beteg. Általában ilyenkor szoktak hozzánk fordulni, vagy hogyha fogyni szeretne valaki, hogyha valamilyen táplálkozási zavarral küzd. Milyen táplálkozási tanácsadásokkal készültél ma, akár cukorbetegeknek, vagy van külön mindenféle étrend? Igazából a fő betegségcsoportokra készültem fel, ugye a cukorbetegség, epebetegség, inzulinrezisztencia, policisztás ovárium szindróma, hasnyálmirigy gyulladás, sajnos ebből nagyon sok előfordul. Hoztam recepteket, szerencsére nagyon nyitottak rá az emberek, úgyhogy örömmel fogadják, hogyha adok nekik ilyen papírokat, valamint még beszélünk az alkoholfogyasztási szokásaikról, a dohányzási szokásaikról, de úgy veszem észre, hogy a Kárpátalján élő emberek nem igazán szeretnek alkoholt inni, aminek nagyon örülök. Az egészségügyi szűrés a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatalkutatók Szövetsége együttműködésével jöhetett létre. A szervezők külön köszönetüket fejezik ki Seres János református lelkésznek a közreműködésért. Hátgerincvelő daganatot távolítottak el Ungváron a Kárpátaljai Idegsebészeti Központban ukrajnai idegsebészek Jun Guan a Kaliforniai Egyetem gerincsebészeti szaktekintélyének részvételével. A műtéti beavatkozás újszerűsége abban rejlik, hogy az orvosok a műtétet egy új berendezés segítségével, neurofiziológiai megfigyeléssel végezték. Mai vendégünk Lan Yun Guo San Franciscóból, a Kaliforniai Egyetem neurofiziológusa, aki már 20 éve foglalkozik sebészi beavatkozások interoperábilis megfigyelésével, emellett idegsebész is. Létrehozott egy alapítványt és számos országban nyújt segítséget az interoperábilis megfigyelés bevezetésének terén.
Az e fajta speciális műtét során fellépett annak a veszélye, hogy megsérül a gerincvelő működése. Tehát ezzel a modern neurofiziológiai módszerrel megelőzhetjük a műtét során előforduló sérülést, így jobb eredményt kaphatunk. Ez a módszer Amerikában már 20 éve elfogadott és bevált. Ebben az országban viszont újnak mondható. Nagyon jó lehetőséget biztosít a fiatal neurológusoknak és neurofiziológusoknak arra, hogy most elsajátítsák. Továbbá arra, hogy megelőzzük a pácienseknél fellépő kockázati lehetőségeket, így biztonságosabbá tehetjük az amúgy kockázatos műtétet számukra. Ma egy speciális gerincsebészeti kurzust tartunk, amely során az elektrofiziológiai megfigyelést gyakoroljuk. A két napig tartó kurzusra és mesterképzésre ukrajnai kollégáinkat is meghívtuk. Az első napon elméleti foglalkozást tartottunk, a másodikon pedig gyakorlatra is sor került. A gerincdaganatok esetén több kezelési lehetőség van. Most a sebészi beavatkozás első fázisa történik. A sebészi beavatkozás alatti neurofiziológiai megfigyelés olyan módszer, amely lehetővé teszi a szervezet funkcionálási folyamatának, mint például a koponyaidegek, a végtagok működésének megfigyelését közvetlenül a műtéti beavatkozás során. A beavatkozásokat érzéstelenítéssel végezzük úgy, hogy a páciens nem tud mozdulni ez alatt, mivel a műtét ideje alatt úgymond alszik. Mivel a beavatkozásokat az agy és a gerincvelőnek mozgásszervi szempontból nagyon fontos terület, végezzük, ezért fennáll annak a veszélye, hogy az ideghálózat megsérülhet. A neurofiziológiai monitorral nem sok klinika dicsekedhet. Ukrajnában mindössze 3 van, ebből egy Ungváron. A világon is unikális felszerelésnek számít. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Mivel a műsor önökért van, ezért várjuk tippjeiket, kérdéseiket vagy ajánlatukat a következő műsor témáját illetően. Facebookon itt vagyunk elérhetőek, Instagramon pedig ezen a címen. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is!